jó estét kívánok! Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Trianonra emlékezünk ma is, hiszen 1920. június 4-e nemzeti sorstragédiánk napja. Nagyon fontos, hogy erről szó essék, és fontos, hogy hiteles embereket szólítsunk meg ezügyben, hiszen 100 éves évfordulót köszöntünk, emlékezünk rá. Vendégem pedig Lukács József, tisztelettel köszöntelek. Én is köszöntök mindenkit szeretettel, és köszönöm a meghívást. Engedd meg, hogy téged igézzelek. Trianon nem csak egy történelmi dátumhoz köthető esemény, hanem egy állandó történés, soha nem gyógyuló seb, melynek következményeit napjainkban is folyamatosan érezzük, tapasztaljuk. Ez egyébként így van mindenképpen. Mielőtt beszélgetnénk a nemzeti összetartozásról, a törvényről, a nemzeti összetartozás évéről, Trianon 100 éves évfordulójáról, előtte nézzünk meg egy bejátszást, hiszen nemrégiben Sáros István nagyszerű dokumentumdrámáját alkalmazta színpadra Szikora János, és ott Trokán Péter, mint 1920. január 16-án Aponyi Albert gróf felszólalása a konferencián, azt hiszem, hogy mindannyiunkat szíven ütött, ebből egy rövid részletet láthatunk. Érzem a felelősség okmat súlyát, a Magyarország részéről elsőként nekem kell szólnom ezekről a feltételekről. Ám tétovázás nélkül nyíltan kimondom, hogy ezek a békefeltételek úgy, hogy voltak kedvességeknek azokat átadni, hazám számára elfogadhatatlan. Tisztában vagyok a súlyos következményekkel, amelyek a békeszerződés aláírásának megtagadásából származnak. Ám mégis, a Magyarország abban a helyzetben állított, hogy választania kellene ez a béke elfogadása vagy elutasítása között, akkor tulajdonképpen azt a kérdést kellene föltennie magának, hogy legyen öngyilkos azért, hogy ne halljon meg. Szerencsére még nem tartok itt. Önök uraim, felkértek minket, hogy legyünk meg észrevételeink. Mindenek előtt nem titkolhatjuk el megdöbbenésünket a békefeltételek mérhetetlen szigorúsága miatt. A többi háború kísérő nemzettel, Németországgal, Ausztriával vagy Bulgáriával szenvedtek a feltételek szintén szigorúan. De egyikük sem tartalmazott olyan a nemzeti létét veszélyeztető területi megvonásokat, mint amelynek most tőlük akarnak megoldani. Felmerül a kérdés, hogy mi késztette ezt a különleges szigorúságot Magyarországgal szemben? Talán ítélethozatalra állunk szemben Magyarország ellen? Nem hiszem, hogy ítélet lenne, uraim, hiszen az ítélet az olyan eljárás feltételez, amelyben a felek azonos körülmények között hallgattatnak meg. Már pedig Magyarországot eddig nem hallgatta meg senki. Önök uraim, akiket a győzelem a bírói székbe juttatott, önök kimondották ekkori ellenségeik bűnösségét, és elhatározták, hogy a háború minden következményét a felelősségre hárítják. Ám legyen. De úgy vélem, a megtorlásnak ez esetben arányban kellene állni a bűnösség mértékével. És mivel Magyarországot sújtják a legsúlyosabb feltételekkel, azt lehetne inni, hogy önök Magyarországot tekintik a legbűnösebb. Nos, ez a kérdés mindig itt motoszkál bennünk. Magyarország a jószerivel a legbűnösebb lett a törvényszék előtt mindenképpen. Azért ezért nagyon-nagyon sokat tettünk az elmúlt időszakban, hogy ez egyik oldalról egy kicsit begyógyuljon ez a seb. Ez az egyik, a nemzeti összetartozás törvénye mindenképpen sokat segített ebben. Igen, így van. Az első pillanatokban elhangzott felvezetéshez még hozzátenném azt, hogy Tőkés László püspök úr szokta mondani, hogy nekünk folyamatosan minden nap megvan a saját magunk Trianonja. Még azt is hozzá szeretném tenni, hogy ahogy szokták mondani, ez egy sosem begyógyuló seb, amikor is a békediktátum aláírásával a hazánk területének kétharmadát veszítette el, és 3 millió ember került idegen fennhatóság alá. A 2010. május 31-én megszavazott nemzeti összetartozás törvénye az új alapokra helyezett nemzetpolitikának a legfontosabb dokumentuma.
Ezt a törvényt megelőzte az állampolgársági törvény módosítása május 16-án 2010-ben, aminek következtében lehetővé vált a külhoni magyarok kedvezményes honosítása, ennek a megkezdése. A mai napig 1 100 000 ember élte vele a lehetőséggel, tehát a határon túli magyarok közül, úgyhogy Kárpátalján és tulajdonképpen Szlovákiában sem engedélyezik a magyar állampolgárság felvételét, illetve Szlovákiában, ha az ember a magyar állampolgárságot kéri, rögtön elveszíti a szlovák állampolgárságát, tehát gyakorlatilag ezzel a lehetőséggel senki nem él. Tehát ezt a két régiót leszámítva, így is 1 100 000 ember igényelte a magyar állampolgárságot. A nemzeti megmaradásnak a törvénye a trianoni békediktátum által okozott gazdasági, politikai, jogi és társadalomlélektani hátrányokat próbálja orvosolni. A törvény egy rövid bevezetőből, 5 paragrafusból és egy rövid indoklásból áll a végén, és kinyilatkozza, illetve a törvény leszögezi azt, hogy fontosnak tartja a magyar nemzeti kisebbségek identitásának, önazonosságának a megválasztását és kinyilvánítását, a kisebbségi magyarok jólétét, jogegyenlőségét, jogbiztonságát, és őket az egységes magyar nemzet részének tekinti. Rendkívül fontos kérdés, ugye ez a felsorolás, hogy politikai, gazdasági, jogi és lélektani. Vegyük ezt sorba, hiszen ez mind-mind más felületet takar, és más nexussal bír a politikait. Hogyan lehet ezt megvalósítani úgy, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a nemzeti identitás megőrzéséhez egy nagyon komoly politikai szándék is szükségeltetik, mert néha-néha bizony kevés a határainkon túlélő magyarság akarata. Így van, a határon túlélő magyarságnak az akarata is az elmúlt 100 évben a folytonos és állandóan megújuló jogbizonytalanság és jogfosztottság következtében meggyengült, és a többségi nemzeteknek sincs meg a politikai akaratuk arra, hogy a közép-kelet-európai nemzeti kisebbségeknek, közülük a legnagyobbnak, a magyarnak ezt a lehetőséget, az önrendelkezést és az önrendelkezésnek a legtisztább és legmodernebb formáját, az autonómiát megadják. Azt is meg kell említeni, hogy ezek az autonómia formák Nyugat-Európában már a katalánoknál, a belgiumi németek esetében, vagy a Finnországhoz tartozó Öland-szigetek esetében, ahol svédek laknak, svéd kisebbség lakik már, mint Finnországban, és sorolhatnánk tovább Franciaországban a bretonok, a korzikaiak és más nemzeti kisebbségek ezt a lehetőséget megkapták. Viszont akkor, mikor ezt a lehetőséget ők megkapták, Európában még fontos volt az Európai Közösségben és az Európai Unióban a nemzeti kisebbségek kérdése. Ma már az Európai Unió nemzeti kisebbségekkel nem foglalkozik, főleg Közép-Kelet-Európában, mert valahogy a közép-kelet-európai országokat, nemzeteket és nemzeti kisebbségeket egy kicsit mindig lenézte. Mindig egy kétsebességes Európa volt, azaz a közép-kelet-európai országok semmilyen vonatkozásban, a nemzeti kisebbségek jogainak vonatkozásában sem tudták utolérni, tudtak felnőni a nyugat-európai kisebbségekhez és nemzetekhez, mert nem volt meg ez a lehetőségük. Erre vonatkozó törvények, kitételek nincsenek, csak ajánlások az Európai Unió részéről, és a többségi nemzetet képviselő politikai hatalomnak nincs meg az a politikai akarata, sőt ellenérdekelt, hogy a magyar kisebbségeknek ezt a lehetőséget megadja. Nagyon fontos kérdés a gazdasági, de mielőtt erről beszélnénk, ugye ma jött a hír, hogy Klaus Johannis visszadobta azt a törvényt, amely június 4-ét nemzeti ünneppé nyilvánítja Romániában. Aztán meglátjuk, ettől függetlenül a képviselőház gyaníthatóan majd elfogadja a későbbiekben, hiszen az államférfit már most számtalan kritika érte ezért.
de ez is jellemző arra, hogy a székelyföldi autonómiával nagyon nincs rendben, Erdély székelyföld autonómiával. És ha itt belegondolunk, hogy ezekben a napokban számtalanszor elhangzott, hogy mi mindent veszítettünk, tehát itt a Kolozsvár vonalon, Nagyvárad Kolozsváron át, Aradon át, egészen Székelyföldig, tehát Erdély-Székelyföld, a Párciumtól Székelyföldig, akkor továbbra sem lehetünk nyugodtak, függetlenül attól, hogy milyen a politikai akarat, és mit kívánnak a székely nemzetiségek. Ez egy nagyon fontos vonatkozása az elmúlt 100 évnek, ugyanis nem csak politikai jogokat veszített az a 3 millió ember, aki idegen fennhatóság alá került, hanem a történelmi Magyarország sétesésekor az ország a természet és anyagi erőforrásainak gyakorlatilag nagy részét elveszítette. A legelőit, erdőit, hegyeit, az észlelőhelyeit, bányáit, és számos olyan anyagi és természeti forrást, ami tulajdonképpen a gazdaság erőforrásait jelentette. Ez a gazdasági vonatkozás. Még egy másik vonatkozásában a dolgoknak, hogy ugye a kisebbségi jogok nem csak területi önrendelkezésről és autonómiáról szólnak, hanem nyelvi, kulturális és oktatási autonómiáról is, illetve lehetőségekről is, és ez sincs meg. Tehát súlyos problémák vannak valamennyi határon túli régióban, Kárpátalján is, Szlovákiában, Délvidéken is és Erdélyben is az oktatási rendszerrel, nem csak tartalmi vonatkozásban, hanem szerkezeti vonatkozásban is, hiszen egyre jobban fogynak az oktatási intézmények a bölcsődéktől kezdve egészen a főiskolákig és az egyetemekig. A társadalom lélektani, pszichológiai hátrányok, amiket 100 év alatt ez a törvény okozott, azt ugye avval a mondattal szoktuk mindig fémjelezni, amit az előbb elmondtam, hogy soha nem gyógyulósebb. Én magam is tulajdonképpen bizonyos értelemben, közvetett formámban érintett vagyok, és én is így nőttem fel, a nagyszüleim, a szüleim, az ismeretségi körülben, a barátaim, ebben az élet, ebben az érzéssel nőttünk fel, hogy mi másodrendű állampolgárok vagyunk, és tulajdonképpen jogfosztottságban élünk, és a törvény előtt és a jog és igazságszolgáltatást illetően nem élvezzük azokat a jogokat és lehetőségeket, amit a többségi nemzet állampolgárai. Valljuk meg, hogy egyébként is szűkül a tér. Hát tapasztaljuk, hogy a szintiszta magyar városok, kezdve Nagyvárattól, és menjünk el szülőhelyedig, Marosvásárhelyig, egyre kisebb lélekszámban élnek magyarok a mesterséges betelepítésnek köszönhetően, vagy pontosan ezért, és ebből nem tágítanak. Ma már el kell menni Csíkszeredára, hogy csak nem szintiszta egykori magyar várost úgy köszönthessünk, hogy ott valóban magyarul beszélnek. Ez rendkívül tudatos volt. Ugyanakkor már, mint a román hatóságok részéről a mesterséges betelepítés. Ennek hogyan tudunk mi, van-e egyáltalán eszköz erre, hiszen azt tudjuk, hogy az őshonos magyar kultúra, a nyelv megőrzése, az lenne az alapja ezt megakadályozni. Hát azt kell tudni, hogyha csak az alsó szinten számoljuk, akkor 1990-től napjainkig 30 év alatt a hatalom túli területeken több mint 1 millió emberrel csökkent a lakosságnak a száma. Tehát a felsorolt területeken, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék és Erdély, nagyon-nagyon súlyos demográfiai problémák vannak. Egyedül egy terület van, ami a demográfiai mutatókat illetően mindig pozitív szaldót mutat, az pedig a Székelyföld, de az Erdély területén lévő demográfiai mutatókat mindig az interetnikus és a párciumi régiókkal együtt mutatják ki, és akkor így a számok kiegyenlítődnek, illetve negatív tendenciát mutatnak. Délvidéken a polgárháború után nagyon-nagyon súlyos állapotok alakultak ki a demográfiai kérdést illetően.
olyan városokban, mint Versec vagy Nagybecskerek, az most szüntek meg ezelőtt egy néhány hónappal, a magánkézben levő óvodák is, mert egyszerűen anyagilag nem tudták fenntartani, nincs annyi gyerek, aminek vagy akiknek a számáért érdemes lenne, hogy fenn lehetne tartani egy óvodát, akár közigazgatási vonatkozásban, akár magántulajdonként. Felvidéken például olyan városban, mint Nagyszombat, ami a török hódoltság idején érseki központ volt, nemhogy egy magyar iskola, hanem egyetlen egy magyar osztály sincs, és a szülők, akik kitartanak, 60 km távolságba viszik autóval minden reggel a gyerekeiket a legközelebbi magyar iskolába. Kárpátalján a nyelvtörvény azt írja elő, hogy 5. osztálytól az oktatás csak ukrán nyelven folyik. Ezért aztán a kisgyerekek nem tudjanak az anyanyelvükön irodalmat, történelmet és egyáltalán természettudományokat sem tanulni. Egyszerűen a beszédkészségük és az anyanyelv elsajátítása nem történhet meg, arról nem is beszélve, hogy nem lehet magyarul érettségizni, leszámítva a beregszászi főiskolát valahova magyarul felvételizni. Erdélyben szintén nagyon súlyos demográfiai problémák vannak, és itt nem csak azért történik ez, mert a lakosság előregedett, illetve nagyon sokan elvándoroltak, hanem azért, mert a fiatalok nem vállalnak gyereket. Ugyanis most hirtelen eszembe jutott, hogy 92-ben egy konferencián, ami a határokon kívüli magyarokról szólt, azt az ajánlatot tettem, vagy felvetettem azt a lehetőséget, hogy a határon túli régiókban mindenütt a magyarok lélekszámának függvényében a magyar állam az OTP-n keresztül hosszú lejáratú kis kamatokkal működő gazdasági bankot hozzon létre csak az otthoni magyar vállalkozók részére. Mert ahol nincsen erős gazdaság, ott nincs lehetőség a politikai érdekképviselet kinyilvánítására, és ahol nincs politikai érdekképviselet, ott megszűnnek a jogok és a lehetőségek. Ezt helyeselték, de azt mondták akkor még ugye a nehézségeknek az elején, hogy egyelőre itt az intézményrendszert kell létrehozni, erre most nincsen sem idő, sem pénz, de ez majd megvalósításra fog kerülni. Azóta sincsen, és Erdélyben is, azok a magánvállalkozások, amelyek részben valami fajta gazdasági potenciált jelentenek az erdélyi magyarok között, azok elsősorban a turizmushoz kapcsolódnak, a fakitermeléshez kapcsolódnak. Székelyföldön, Székelyudvarhelyen és Csíkszered a környékén vannak olyan magánkézben levő üzemek, amelyek másféle kézműves vagy kisipari tevékenységgel foglalkoznak. De hogyha az egész Erdélyt nézzük, a Páciumot és a Székelyföldöt, belső Erdélyt összességében, akkor azt mondhatjuk, hogy ma is gazdaságilag igen gyengén állnak, és az RMDS, amelyik politikai érdekképviseletből 96 után versenypárttá alakult, tehát a hatalomért küzd, elsősorban a hatalomért, és nem annyira a saját szavazóinak a gazdasági, politikai és kulturális érdekképviseletéért, egyszerűen ezért a füle botját sem mozgatta, és gazdasági vonatkozásban nagyon gyengén állnak a magyarok minden határon túli területen. Na most ezek azok a területek, amin a magyar állam az elmúlt 10 évben, amire a magyar állam igen, igen sokat tett, mivel az állampolgárság lehetőségével közjogilag kapcsolta a határokon túli magyarokat az anyaországhoz, most folyik egy gazdasági és kulturális egyesítés, ami a határokon átívelő gazdasági és kulturális egyesítés, ami megpróbál gazdaságilag és lehetőséget teremteni olyan pénzösszegekkel, amelyeknek egy része vissza nem térítendő segítség, nagyobb része pedig kedvezményes hitelfelvétel, hogy egy kicsit gazdasági vonatkozásban is a határon túli magyarok, akinek megvan a tehetsége, a végzettsége és a szorgalma és az ereje hozzá, valamilyen szinten felzárkozzék. Ami jó hír, hogy a kulturális és a sportkapcsolatok azok rendben vannak, úgy tűnik, hiszen ezt tapasztaljuk mi is. Igen, rendben vannak, csak mikor az ember arra gondol, hogy Kassán 2% a magyaroknak most a részaránya,
és a Kassai Színházzal milyen súlyos problémák voltak, és ezelőtt még 15 évvel egy széles összefogás volt Magyarországon, hogy a Kassai Színházat megmentsük, és a Duna TV-n keresztül adakoztunk azért, hogy a színház megmaradjon. Vagy hogyha megnézzük, hogy milyenek ezek a kulturális tartalmak, akkor kívánni valót hagy ez is maga után, mivel a kulturális kapcsolatok jók, csak nagyon sokszor az ember úgy látja, hogy a nemzeti önazonosságot, a hagyományokat, az elhallgatott történelmünket és a hagyományos, értékes művészettörténeti relikviáinkat népszerűsítő kulturális rendezvények, kiadványok azok igen csökkenő számban jelennek meg. Az úgynevezett posztmodern vagy posztmodern utáni irodalom és kultúra és színház kezd a határokon túli területeken is elterjedni, ami nem rossz, ez nem kritika, csak éppen arról van szó, hogy a határon túli magyaroknak még fontosabb, mint az anyaországi magyaroknak, hogy minden kulturális műnek legyen a színház, irodalom, képzőművészet, legyen átélhető legyen, elmesélhető legyen, és legyen morális, etnikai és történelmi mondani valója az érdeklődők és az olvasók számára. Egyetértek, viszont ugye Novák Eszter, aki Nagyváradi Színházban érdekelt, a másik igen. barátunk pedig Fülöp Zoltán, Füles, a Csíkszeredai Színháztól, igen. Csíkszeredai Színház tagja, Jászai Mari Díjas barátunk is azt mondja, hogy sajnos egyre kevesebb az érdeklődés azokat a mélységeket bemutató darabok iránt, amelyek valóban az imént felsorolt elveket tükröznék. Ez igaz, csak hogy a színház látogató ember, nálunk az volt a hagyomány az én gimnáziumi koromban és egyetemista koromban, hogy színházban, moziban és koncertre éves bérletünk volt. És mindenki, aki színházban, színházlátogató, zenehallgató és moziba járó ember, azt teszi magáével, amit adnak neki. Ezért szoktam mondani, hogy a televízió a sokféle ízléstelenséget ki kell, hogy elégítsen, és most nem a városi televíziókról beszélek, hanem a nagy televízió, közszolgálati televíziókról és kereskedelmi televíziókról, és hogyha ízléstelenséget vagy értéktelenséget közvetít, akkor azt szereti meg a fiatal generáció. Hogyha a fiatal generációval Németh Lászlónak az Iszonyát olvastatjuk el, és még egy jó néhány hasonló világirodalmi jelentőségi regényt is mondhatnék, akkor az lesz a viszonyítási alap. Én is nagyon szeretek Eszterházit olvasni, nagyon szeretek Nádas Pétert olvasni, de az, hogy őket, az ő nyelvezetüket, az ő gondolkodásukat is megértsük, ahhoz Jókait, Mikszátot és Moricot el kell olvasni, mert ezek, és Petőfit, és Adit, és Juhász Gyulát, és Babicsot el kell olvasni, mert ezek, és Kosztolanyit, mert ezek teremtik meg az alapot. Fordítva nem lehet, hogy először elolvassunk egy modern, mostani költőt, aki két hetente mondjuk a igen nívós és színvonalas élet és irodalomba közöl, és aztán arra építjük a műveltségünket és tudásukat, nem lehet. Ugye Tóth Krisztinát később kell olvasni, mint Petőfit. Igen, Laszkit később, és aztán folytathatnánk a sort tovább. Tehát az ember mindig azt szokja meg, azt szereti meg, azt, amit eléje tesznek, és amivel a szellemiségét, a fantáziáját, csak képzett társítását táplálják. És akkor az válik alappá. Tehát nagyon fontos, hogy az egy nemzeti alaptanterv, hogy az ifjúságnak mit adunk. Magyarországon olyan időszak is volt, mikor a történelemből nem volt kötelező az érettségi. Tehát azt gondolom, hogy ezek megengedhetetlen dolgok. És vannak olyan írók, világhírű írók, akik Nobel-díjra voltak javasolva, és azért, mert valamikor ők ezelőtt 40 vagy 60 évvel valakikről kritikai attitűddel, negatív értelemben nyilatkoztak, amiről ma már tudjuk, hogy az hiba volt, az nem azt jelenti, hogy ki kell akóbolítani a magyar irodalmi kánonból, hanem tanítani kell, és el kell mondani, hogy mi az értékes és szép, amit írt, és mi a hibás és az igaztalan, amit írt. Lásd, Tormai Cecil.
Igen, én most Herceg Ferencre gondoltam, mondjuk, vagy Szabó Dezsőre, úgyhogy mondjuk az elsodort falut azért nem gondolom, hogy azt a magyar irodalmi kánonból ki kell akóbolítani, mert akkor Eszterházynak a Bevezetés az irodalomba című könyvére is, ópuszára is mondhatnám, ami egy fantasztikus írás, műve neki, és ma már arról senki nem beszél. Egyébként jó úton járnak, hiszen a Csíki versünynep kapcsán itt megjegyzésként hadd mondjam, hogy vannak Simon Márton és Lackfi versmondók, de ők ugyanúgy második versként vagy első versként fordítva mindegy, Kányádit, Gyüda Jenőt választanak, Illyés Gyulát, Kosztolányit és így tovább. Viszont ha már ott tartunk, hogy ki milyen megnyilvánulásokkal segíti a június 4-e tájékán a nemzeti közgondolkodást, egy pozitív, bár nem tudjuk, mi lesz a hozadék a későbbiekben, a szlovák miniszterelnök beszédére gondolok. Igen. Hát meglepő volt, és remélem, hogy ez nem csak egy pillanati fellángolás volt, hanem egy tartós újra folyamatnak a felvezető rendezvénye volt, hogy az új szlovák miniszterelnök Igor Matovič egy találkozóra hívta a június 4-e alkalmából a felvidéki magyar kisebbség politikai képviselőit. Ez nagyon örvendetes dolog. Épp tegnap olvastam el a Magyar Koalíciós Párt alelnökének, Berényinek úrnak a nyilatkozatát evel kapcsolatosan, aki, mint tudjuk, miniszter és államtitkár is volt az elmúlt évtizedekben. Tehát óriási tapasztalata van, nem csak a közigazgatást és a szlovák elmúlt 30 évnek a szlovák államszerkezetével kapcsolatos gyakorlati dolgokról, hanem a nyilvánvalóan a szlovákiai, illetve felvidéki magyar kisebbségnek a problémáit is jól érti. A Magyar Koalíció pártjának az elnökével együtt, és azokkal a képviselőkkel, azokkal a politikusokkal, akik nem kis áldozatot hozva felvállalják a felvidéki magyarság közügyeit most, mikor 30 év után sajnos a felvidéki magyarságnak nincsen parlamenti képviselete, és ez azért alakult így ki, mert mindenütt vannak, hogy is mondjam, akik elárulják a saját nemzetüket. Én Bugár Biláról beszélek, aki létrehozott ezelőtt egy pár évvel egy vegyes szlovák-magyar pártot, állítólag gazdasági, üzleti megfontolások miatt, a Híd Most pártot, amivel tulajdonképpen elhitette a magyarokkal, hogy nem baj és nem hiba, és nem kell fájjon a lelkiismeretük azért, mert szlovák pártokra vagy vegyes pártokra szavaznak. Ezért hoztam most a legutolsó parlamenti választásokon, 2,5 hónappal körülbelül ezelőtt, a szlovákiai magyarok nem csak a Híd Most pártra szavaztak, hanem szlovák pártokra is. Így a Magyar Koalíció pártja, akiknek a képviselői és az elnöke rengeteget dolgoztak az elmúlt évben, hogy egy megfelelő kampányuk és képviseletük legyen. Néhány ezrelék hiány nem ütötték meg azt a 6%-os parlamenti küszöböt, hogy bekerülhessenek a parlamentbe. No, egy szó mint száz. A hiteles embert, a közírót kérdezem. Lehet-e kilábalás a jelen helyzetből? Jó úton járunk-e? Hogyha az 1510 évvel elkezdődött nemzetpolitikával kapcsolatos folyamatok folytatódnak, akkor jó úton állunk, és hogyha kilábalás van, olyan értelemben beszélhetünk kilábalásból, hogy a demográfiai mutatóknak a romlása megszűnjön nem csak az anyaországban, hanem a határokon túli területeken is, és az elkezdődött gazdasági és kulturális határokon átívelő újraegyesítés megszűje azt a gazdasági potenciált, amire a határon túli magyaroknak is szüksége van, hogy legyen gazdasági erő, mert hogyha van gazdasági erő, akkor van politikai érdekérvényesítés, és ebben nagyon nagy szerepe van a családtámogatási törvényeknek, amit Magyarországon meghonosítottak, és nagyon nagy népszerűségnek örvend, és családtámogatások a határon túli területekre is eljutnak. Ott is ugyanúgy megvannak a feltételek, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogyha valaki gyermeket vállal, a fiatal házaspárok, akkor ezeknek a feltételeknek hogyan és milyen formában tudnak eleget tenni.
Úgyhogy ha ez a politika folytatódik, és nem, jön, nem történik olyan változás, hogy egyszer csak történik valami, és valaki ezt elvágja egy ollóval, mintha nem is lett volna, mert akkor megint a szakadékba esik vissza nem csak az anyaországi, de a határon túli magyarság is. Nos, hát én ehhez kívánok. Sok dolgunk lesz, az bizonyos. Mindenki a saját eszközrendszerével tesz azért, hogy határon túlélő, Kárpát-hazában élő honfitársaink jobbra forduljon a sorsa. Reménykedjünk. Köszönöm szépen. Reménykedjünk és dolgozzunk érte. És dolgozzunk. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra, minden jót mindnyájuknak.